Az elmúlt évek legjelentősebb hozadéka, hogy egy sokkal erősebb közösség lettünk, leginkább taglétszám bővülése jelzi ezt a folyamatot, mondta Molnár Péter elnök. Valamikor 2020 januárjában, amikor az Egyesületet átvettem, és ezeket a célokat tűztük ki magunk elé, amiben most itt állunk, közösségi ház tulajdonképp elkészült, és azt gondolom, hogyha komoly munkát tűz ki az ember maga mellé, akkor igen, jön a csapat, összeáll a csapat, és segítenek. És én azt gondolom, hogy összekovácsolta az embereket az építkezés, és utána pedig egyértelmű, hogyha a programokat sikerül létrehozni, akkor a közösség úgy érzi, hogy van egy otthona, van egy biztos helye, és szívesen jön. Bár a Covid hatása érzékelhető volt a Székely Egyesület működésében is, a legnagyobb eredmény, hogy egyben tudtunk maradni, tette hozzá az elnök. Minket hála jó Istennek oly módon elkerült, hogy az építkezés és minden, ami a házzal és a közösséggel kapcsolatos volt, ez össze tudott bennünket zárni, össze tudott bennünket hozni. Ami úgy érzem, hogy egy kicsit megcsúszott, az a sajnos az energiaáremelkedéshez kapcsolódó építőanyag áremelkedés, és nem tudtunk úgy haladni a tetőtérnek a folytatásával, ahogy mi ezt szerettük volna, hiszen ez most a napokban kezdődött el. Most érzékeltük azt a fajta árrealitást, amit régóta vártunk, így is sokkal drágább minden, mint még az energia robbanás előtt volt, de most már kezelhető, illetve hál' Istennek a kivitelező is be tudta táblázni magának, úgyhogy az elmúlt héten már zajlottak a munkálatok, és terveink szerint augusztus 12-re, amikor a következő józsefalvi búcsunk lesz, addigra szeretnénk a tetőteret is átadni. Az új közösségi ház egy másik időszámítás kezdetét is jelölte. Úgy gondolom, hogy a közösségi háznak akkor van értelme, ha közösség van. Tehát közösségi ház közösség nélkül abszolút értelmetlen, de közösség ház nélkül is tud élni. Viszont én azt gondolom, hogy itt a kettő teljes egészében találkozott, és egyfajta biztonságérzete van az embernek, hogy a régi emlékeket el tudjuk feledni, amikor esetlegesen programütközések miatt kiszorultunk a kultúrházból, kiszorultunk a tájházból. Szerintem ez most mindenkinek jó, nem csak a mi közösségünknek, hiszen szabad helyek, szabad idő, intervallumok keletkeztek így a másik intézményekben is, és egy picit mindenkinek kellemesebb és viselhetőbb ez az élet. Mindenképpen abból kell kiindulni, hogy a már örökölt és régóta bevált programokat meg kell tartani, és még nagyobb és még értékesebb tartalommal kell megtölteni. Hogy ezt hogy értem? Úgy értem, hogy be kell vonni egy következő generációt. Hiszen akik ezeket a programokat létrehozták, és hosszú-hosszú éveken át megtartották, ők azért akárhogy vesszük, de 70-es, 80-as korba kerültek. Én azt gondolom, hogy át kell vegye a következő generáció a stafétát. És mint ahogy ott a megemlékezésen is említettem, minden generációnak az kell legyen a feladata, hogy a következőt beépítse. És attól szebb én azt gondolom nincs, amikor a három, esetlegesen jó esetben négy generáció is egy program kapcsán össze tud jönni, és mi magunk, akik a legaktívabbnak vehetjük, tehát mi a 40-es, 50-es korosztály, talán mi vehetjük magunkat most a legaktívabbnak, de a fölöttünk lévő és az alattunk lévő tökéletesen megérti egymást. És olyan nagymamák és olyan unokák beszélgetnek és játszanak egymással, akik jól lehet, semmi vérvonali kapcsolatuk nincsen, csak egyikük egy nagymama, a másik pedig egy unoka. De itt ebben a házban az a nagymama unokaként néz bármelyik pici gyerekre.